Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Kezdődik városismereti műsorunk, a Városrészek titkai. A stúdióban sok szeretettel köszöntöm a műsor állandó szakértőjét, Váci Márk történészt, városkutatót. Szervusz Csira, szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm az újabb lehetőséget természetesen. A mai műsor megint kicsit különleges, szórakozni, bálozni hívjuk Önöket, azaz felkutatjuk Székesfehérvár szórakozó helyeit, természetesen, ahogy ezt szoktuk, a múltból elsősorban, megérkezve a jelenbe. Hol is kezdjük ezt a történetet? Hát kezdjük talán ott, hogy a vidámsággal vezessük be az egészet, és majd utána beszélünk egy kicsit konkrét helyekről. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy Fehérváron a szórakozás, mint olyan, az mikortól kezdve kutatható, mondjuk témaként, történész nyilván innen közelíti meg a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy a 18. század második felétől, amikor például az első báli engedélyeket kiadja a városvezetése, megjelennek azok a statútumok, amik például az italmérésre vonatkozóan szabályozzák ugye az egyes témákat, akkor nyilván innentől lehet indítani, illetve hogyha az évet nézzük, mint olyat, hiszen azért a szórakozás szempontjából ugye hagyományosan az év is felosztható, akár még ma is időszakokra, akkor mindenképpen ugye a téllel érdemes kezdeni, az óév végével, az új év beköszöntével, aztán ugye megy tovább a farsanggal, ott akkor van egy hosszabb nagybőjti időszak, ugye, ami a húsvétot megerőzi. A húsvéti időszakban megint csak ugye az öröm, meg a vidámság az, ami felülkerekedik, ugye az újra születés kapcsán, meg a tavasz beköszöntével, és aztán ez tart meglehetősen hosszú időn keresztül, ugye a báli szezon, mint olyan, az ugye ott van folyamatosan, és akkor itt Fehérvár kapcsán mondjuk be lehetne vonni Veszprémet, be lehetne vonni Füredet, hiszen fehérvári bálozók megjelentek, például Veszprémben volt egy bizonyos királydíjas bál, amit ugye külön díjazott az uralkodó, és akkor ezt elvitték például Veszprémbe, ott is megrendezték, a füredi Anna bálokról, és akkor lehetne beszélni, mert nyilván a fehérvári nagypolgárok például ott is megjelentek. A párkeresés, társtalálás szempontjából ugye az első bálok, azok nagyon fontosak, de hát egyáltalán a szórakozásban, hogyha elindulunk mondjuk az év elejétől, és azt mondjuk, hogy azért télen is lehet szórakozni, és nem csak zárt helyen, akkor rögtön, amit érdemes megemlíteni, az a fehérvári parasztságnak a szórakozási lehetőségei. A felsővárosról. Felsővárosról is beszélhetünk, illetve az alsóvárosról is, de az alsóváros az sokkal inkább polgáriasultabb. Tehát a gazdacsaládok azok inkább az alsóvárosban laktak, ugye akik nagyobb portákkal rendelkeztek, polgárosultabb réteg volt. A felsővárosi parasztság tartotta mondjuk ezt a falusias utcaszerkezetet, a falusias szokásokat, hogyha lehet így mondani, és főleg a felsőváros révén nevezték egyébként Fehérvárt nagyon sokáig parasztvárosnak. Tehát voltak ugye olyan úgymond paraszti szokások, amikor ugye itt a Fehérvár északi határába, a felsővárosi legények, tehát Zámoly, Csákberény irányába elvitték mondjuk lovasszánnal a lányokat, vagy valahogy kicsalták őket, teljesen mindegy. Nyilván itt már ugye azért arról volt szó, hogy eladósorban lévő lányok, illetve hát nőtlen legények ismerkedtek egymással, szórakoztak mondjuk azt, bizonyos keretek között természetesen. És hát ami mondjuk óvodákban, iskolákban egy megszokott dolog, hogy a gyerekek ugye rendszeresen meghempergetik egymást a hóban, megfürdetik egymást, az például a felsővárosban a párválasztáshoz hozzátartozó szokás volt. És hát nagyon gyakran előfordult az is, hogy megtréfálták a lányokat azzal, hogy a fiú felpattant a szára, és aztán a lány meggyalogolhatott vissza. Tehát azért ez is hozzátartozott, és nyilván ez, hogy meghúzzák a gyerekek ugye egymás haját az óvodában, ennek már azért ez egy kicsit felnőttebb változata, és ez már az ismerkedésről szól. De alapvetően ugye a szórakozási alkalmak is elsősorban az ismerkedésről szóltak, nem csak a téli időszakban, hanem az évnek bizonyos különböző szakaszaiban is.
És hogy ez mennyire tulajdonképpen szoros hagyományok között zajlott, tudhatta előre is a lány is, és a legény is, hogy mi lesz a kimenetele ennek a történetnek, és tudta, hogy hol lesz neki lehetősége ismerkedni. Egyébként ezzel kapcsolatban nekem beugrott még valami, amiről az Öreghegy témakörben beszélgettünk, hogy azért szórakozás ott is volt, hiszen ott voltak a borospincék. Hogyne, és hát ugye azért a polgári családok is ott gyűltek össze, tehát mondjuk a főtisztviselők, vagy akár már később egyéb tisztviselők is tudtak vásárolni maguknak mondjuk szőlőhegyi présházat, kis pincét, és akkor ahhoz mondjuk egy kis favázas épületet építettek, de a 30-as években is ez még jellemző volt. Schmidt Ferencnek is több tervét ismerjük, Molnár Tibornak is, akik mondjuk a Mária völgyben, vagy akár a környező részeken, ugye például a Fiskális úton présházakat, illetve már konkrétan nyaralókat terveztek, és ez úgy nézett ki, mondjuk Csitári Emil is leírja, hogy az emlékirataiban, hogy a 30-as években is, tehát amikor ő például polgármester volt Fehérváron, az ő családjának is volt egy nyaralója, a Mária völgyben, nem messze a Borivártól, és ők ugye kint töltötték igazából a nyári hónapokat a Szőlőhegyen, tehát az Öreghegyen, és visszaemlékezések is vannak arról, én is hallottam idősebbektől, mesélték nekik is mondjuk a szüleik, hogy a túrózsákba, ugye a mostani Videóton irányából mentek ugye ki az Öreghegy felé, és hogy mentek kifelé ugye a városból a kis lovas kocsikon, meg a kis szekereken például a Csitáriék. Ugye a Csitári Emil az Öreghegyről járt be nyaranta dolgozni, és akkor ott rendszeresen összejött a család. Tehát például a legjobb családi fotók ebben az időszakban születtek, ami mondjuk nem műtermi fotó volt, az általában a présháznak a verandáján, vagy a kis udvarán készült, ahol körbeülték az asztalt, vagy a nagymamát mondjuk közrefogták, a gyerekek, unokák, esetleg dédunokák, és akkor ott készültek tulajdonképpen a legjobb családi fotók. Tehát azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy féktelen mulatozás lett volna, de hát nyilván a családi ünnepekre főleg olyan helyen jöttek össze, ahol többen elfértek, és ha már az időjárás engedte, akkor pedig nyilván szabad téren ünnepeltek. És ha már Öreghegy és Szőlő, akkor szüreti mulatságok is voltak Öreghegyen? Természetesen voltak. Hát ugye a pinceszernek a szokása az nyilván az Öreghegyen is megjelent, illetve hát azért a mai napig is a borosgazdák látogatják ugye egymást, tehát ez a szokás ott is jellemző volt, és hát végig járták egymást nyilván. Hálát adtak ugye a termésért, tehát azért ez egyházi szokásokba is ugye beépült, a Szent Donát kápolnában megtartották ugye a hálaadó szentmisét például, és mivel ez egy fontos szőlőhegyi rész volt ugye még a 30-as években, sőt a második világháborút megelőző, illetve második világháborút követő néhány évben is, ezért természetesen kapcsolódtak hozzá ilyen szokások is. Szüreti felvonulás, mint olyan, arról én legalábbis nem tudok, hogy az Öreghegyen lett volna. A különböző felvonulások azok inkább a farsangi időszakhoz kapcsolódnak, és ez is nagyon érdekes, hogy akár a felsővárosban, akár a belvárosban, hasonlóan a mohai tikverőzéshez, szintén húshagyókethez kapcsolódtak ezek a felvonulások, illetve ugye ünnepi körmeneteket tartottak úrnapján, például a felsővárosban, ugye amikor leginkább a Szent Sebestyén templomot kerülték meg, a Juhász templomot, tehát a Havranek utcán mentek az egyik irányba, a Móri úton jöttek ugye vissza az ünnepélyes körmenetben, illetve a húsvét hétfői feltámadási körmenet volt még ilyen szokás a felsővárosban, hogyha egyházi ünnepi szokásokról beszélünk, és körmenetekről, ami ugye látványosságnak számított. A Szent Sebestyén templomból indult ez a körmenet, a feltámadás temető kápolnában, tehát a Csutora temető kápolnájában volt egy kis hálaadó szentmise, és aztán onnan tértek vissza igazából a felsőváros templomába. Ezekről az eseményekről képet is hoztál, igazi értékes archív fotók, amelyet kollégák segítségével meg is tudunk mutatni, de ha már a templomoknál járunk, ami még érdekes lehet, nem tudom, hogy itt városban is volt ilyen, ugye vidéken tudjuk, hogy a templomokhoz tartozó szentekhez mindig van búcsú. Igen. Búcsú nyilván annak ellenére, hogy egyházi esemény mulatozással zajlik. Volt ilyen Székesfehérváron is? Természetesen volt, ha most pont a felsővárosra gondolunk, akkor a Szent Sebestyén templommal kapcsolatban ugye el lehet mondani ez az úgynevezett Fábián Sebestyén napja, ugye Szent Sebestyén ünnepe,
ami ugye Fehérvárnak egy fontos fogadalmi ünnepe is, hiszen a pestis járvány az egyik nagy pestis járvány időszakában ugye tett fogadalmat a város Szentsebestyénnek felajánlva, hogyha megmenekülnek ugye a pestistől, akkor ezen a napon ugye szentmisét mondanak rendszeresen minden évben, és ez a mai napig is van. De ugye ez összekapcsolódik, egyrészt ez a farsangi időszakban van, tehát itt már egy szeretett vendégséggel mindenképpen összekapcsolódik, és hát természetesen, mivel ez egy vidám időszak, ugye hálát mondanak azért, hogy a város megmenekült, nem csak a felsőváros, hanem ugye a város népének a nagy része, ezért természetesen például a fánksütés az ugyanúgy hozzátartozik, vagy egy kis forralt bornak, forró teának az elfogyasztása a templom előtti téren, a Szentsebestyén téren, és ez már nagyon régi időkre vezethető egyébként vissza, tehát ez is már azért több mint 100 éves szokás, és egyáltalán mondjuk a farsangi időszakban a felsővárosban a fánksütésnek azért meglehetősen régi hagyománya van, tehát az ünnepekkel azért az étkezés meg az italozás is valamennyire összekapcsolódik nyilván. Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem, mert biztos, hogy majd a bálok kapcsán is szóba jön, hogy ha már mulatozás, akkor a zenészek is fontosak. Tehát biztos vagyok benne, hogy akár a felsőváros, vagy az alsóváros, vagy az öregkegyi rendezvényeken is jelentek meg zenészek, híres fehérvári zenészek? Hogyne. Hát ugye beszélhetünk a közelmúltról is, mondjuk az elmúlt 50 évről, ahol ugye mondjuk az öreghegy kapcsán azért szoktunk emlegetni elég nagy neveket. Tehát ha mondjuk Horváth Charlie-ra gondolunk többek között, vagy akár néhai dr. Mikó Péterre, aki nem csak ügyvédként, de zenészként is azért meglehetősen jól muzsikált, hogyha lehet ezzel a képzavarral élni. És hát azért a Kolor együttesről is lehetne még itt beszélni, tehát azért számos fehérvári kötődésű zenész énekes együttes van, de ha a korábbi időkre megyünk vissza, például a cigány prímásokról, akkor térjünk ki rájuk is mindenképpen, ha már szórakozás meg mulatozás. Csitári Emil is leírja az emlékirataiban, meg egyébként ezt a mai idősektől is lehet hallani, hogy ugye az Ősz utca, Kígyó utca környéke, Manc János utca, tehát a vízivárosnak az a széle, ami ugye a belvároshoz közelebb esett, az ugye egy családi házas környék volt alapvetően, és az Ősz utca és a Kígyó utca volt az a két utca, főleg az Ősz utca, ahol a cigányzenészek egyébként laktak. Tehát az Ősz utcának például volt olyan szakasza, ahol egymás mellett több házban is cigány családok laktak, és ők általában muzsikálással keresték a kenyerüket. A vízivárosi, vagy egyáltalán a fehérvári cigányprímások közül is többen laktak itt, akik aztán mondjuk akár az Ősfehérvárban muzsikáltak prímásként, vagy cigányzenészként, vagy a későbbi Alba régiában szintén, de a Magyar Királyban, vagy hát ugye 1947-től Velencében ugyanúgy megfordultak ezeken a nívós eseményeken. Tehát igazából Fehérvárnak a legnevesebb szórakozó helyein ők biztosították igazából a muzsikát, amikor még ugye mondjuk a magyar nóta, meg egyáltalán cigányzene, szerintem a 80-as évekig nyugodtan mondhatjuk, hogy divatban volt ezeken a helyeken is. Nem tudom, jól tudom-e, hogy országos hírű cigányzenészek is megfordultak, például a Magyar Királyban, Rigó Jancsi? Igen, járt ő is a Magyar Királyban, erről is vannak különböző történetek, tehát azért nem csak fehérvári zenészekről beszélhetünk nyilván, és akkor egyébként még a cigányzenészek mellett akár a templomi karnagyokat ki lehet emelni, az orgonistákat, ismerjük jól a Székesegyháznak a karnagyait, például a Kneifel családból, ketten is kikerültek székesegyházi karnagyként, tehát azért az a család is már meglehetősen hosszú időre tekint vissza, hogyha a zenei múltat vizsgáljuk, és megjelentek természetesen az országos hírű zenészek is, akár énekesek, színészek is gyakran megfordultak Fehérváron, akár a különböző bajaikat gyógyítatni, tehát ez is egy érdekes dolog. Naplóikban például utána lehet járni, illetve hát nyilván az érzenészek, muzsikusok is adtak itt rendszeresen koncerteket. Ha arról beszélünk, volt egy rövid átmeneti időszak, amikor például Fricsai Richárd karnagy vezényelte ugye a fehérvári szimfonikus zenekart, meg a katonazenekart, ő úgy került ide Fehérvárra, hogy ide vezényelték, és aztán úgy került el innen Fehérvárra, hogy elvezényelték innen. Az ő időszakát azért egy ilyen stabil korszaknak szokás nevezni, de ha megnézzük, ugye 10 évig tartott, most nem tudom pontosan az évszámokat,
ha jól emlékszem, akkor talán 1901-től 14-ig, de erre most azért ne vegyen mérget senki. Minden esetre azért ez is egy átmeneti időszaknak tekinthető, hogyha azt nézzük, hogy Fehérváron honnan indul mondjuk a zenei élet. Tehát már a barokk korából azért vannak adataink, orgonaépítésről, karnagyokról, hangszerkészítőkről, és ez végigvonul szépen. Ha a zenéről beszélünk, akkor azért a 20. században akár a két világháború között is vannak olyan hangszerkészítők, akiknek a nevei, illetve a műhelynek, meg az üzletnek a címe megtalálható például a különböző címtárakban. De ugyanígy a sokat emlegetett 1879-es országos ipartermény és állatkiállításon ugye szintén voltak helyi hangszerkészítők például, akik megjelentek a mesteremberek és a kereskedők között. Tehát azért számos olyan korszaka van Fehérvár történetének, ahol mondjuk nem csak a hangszeres muzsika, de akár a hangszerkészítés is nagyon fontos. A 60-as, 70-es évek idejében nagyon nagy szórakozást jelentett a Tánza Fesztivál sok ember életében. Ugye akkor már televízión keresztül ezeket tudjuk nézni, és a Tánza Fesztiválok időszakában volt egy kis szünet, amikor azt hiszem Made in Hungary-nek hívták a hasonló rendezvényt, és ennek az országos rendezvénynek, amelyet a televízió is közvetített, a Vörösmarty Színház adott helyszínt. Nem tudom, hogy a Made in Hungary elnevezés jó-e, hogy ez volt ez a rendezvény, de akkor itt a Vörösmarty Színházban felvonultak a legnagyobb énekesek. Így van, így van. Hát a Made in Hungary-vel kapcsolatban én sem tudok igazából. Egyrészt nem éltem abban a korszakban, másrészt meg soha nem foglalkoztam ezzel a témával. Kisgyörgy kollégám rögtön mondaná választ, de igen, utána nézünk. Lehet, hogy levenné a fejemet egyébként, hogy most ő ülne itt velem szemben, de lehet, hogy kapnék tőle egy nagyon jó gyors talpalót. Minden esetre ugye Fehérváron az országos kimit tudokat is azért, tehát országos döntő is volt Fehérváron, ahol például Antal Imre műsorvezetőként megjelent, vagy akár Kudlik Júlia, tehát ez már az az időszak, amikor Antalnak már ugye a zongora művész pályafutása véget ért, de már a műsorvezetői pályafutása elkezdődött. De ha már szórakozás és zene, és említetted ugye a színházat, akkor emeljünk ki egy nagyon fontos szabadtéri helyszínt, ez a Bartók térnek a területe, ugyanis ugye Demeter Zsófiának a Székesfehérvár annó sorozatban a negyedik kötete, 2022-t írunk, remélem nem mondom rosszul, hogy 2020-ban jelent meg, tehát most már tavaly előtt. Ez ugye a 1944 és 88 közötti időszakot dolgozza fel, és ebben például a szabadtéri helyszínek között fotókon is, meg visszaemlékezésekben is megjelenik a Bartók tér. És ha már országos hírű énekesek, például Zalatnai Saroltáról is készült olyan fotó, ahol, ha jól emlékszem, pont az Express együttes kíséri, de teljesen mindegy, számos együttes kísérte őt, akik éppen a Bartók téri árkádok alatt játszanak. Tehát azért ez is egy kordokumentum ma már. Nagyon sok képet hoztál, és egy picit most elvittük a képek irányából a beszélgetést a zene irányába, de ez legalább annyira fontos a város életében. Visszamenjünk? Menjünk vissza egy kicsit a képekhez, igen. Érdemes azokat is megnézni. Húshagyó keddi felvonulásról már volt szó ezzel kapcsolatban, és hoztál képet, csak ezúttal nem feltétlenül a parasztság vonul fel, hanem a tűzoltók? Igen, igen. Ugye az első kép az a Szent Sebestyén templomról készült. Azt már láthattuk egyrészt is. Beszéltünk a Felsővárosról. Másrészt azért hoztam ide, mert amikor a felsővárosi két adás készült, akkor ezt a képet nem tudtuk még megmutatni. De itt most nem fogom kielemezgetni nyilván, mert nem arról van szó, és amúgy és is már... És mit látják a nézők egyébként? És amúgy is már inkább a másik képről kell beszélnünk, hiszen jobban kapcsolódik a témához. Tehát valóban ez egy húshagyó keddi felvonulás, a tűzoltóság, a tűzoltó laktanya udvarán készült, ugye a jellegzetes toronyot jól látszik a háttérben, 1900 körül készült egyébként ez a fotó, és 1924-ben került a Szent István Király Múzeum tulajdonába. Méghozzá Lichtnekert József ajándékaként, és a hátoldalán pedig az olvasható, hogy húshagyó keddi farsangi felvonulásra rendezték a tűzoltók 1900 körül. Tehát pontosan már az adományozó sem tudta egyébként, hogy melyik évben készült ez a fotó. Minden esetre a tűzoltók körében ez szokás volt, hogy húshagyó kedden, ahogy már említettem, ugye Mohán ekkor került sor a tikverőzésre hagyományosan,
úgynevezett maszkos alakoskodók járták be a városnak ezt a környékét, és ezen a képen például 24 ilyen maszkos alakoskodó látható, különböző jelmezekbe beöltözve. Ugye itt is az a lényeg, mint akár a tikverőzésnél, akár a mohácsi busójárásnál, vagy bármilyen ilyen farsangi felvonulásnál, amit ugye mediterrán országokban karneváloknak neveznek, vagy akár mondjuk a délszláv területeken, hogy vicces, humoros jelmezek legyenek, esetleg olyan, ami utal mondjuk a termékenységre, vagy olyan, ami ijesztő, amivel mondjuk a telet és az ártó gonosz szellemeket el lehet űzni. Ezen a képen mindegyik megjelenik egyébként így vegyesen, és hát felvonultak, igen, felvonultak szekereken, kocsikon, volt egy kis zene is, néha volt egy kis macskazene, tehát amikor ugye mindenféle fals dallamokat, hangokat játszottak, és ez hozzátartozott akkoriban a városnak az életéhez, hogy a tűzoltók ugye így is azért mondjuk azt, hogy részt vettek a városnak a közösségi életében, ugye nem csak a Szent Flórián nap kapcsán, de hát a húsagyókeddi felvonulással is. És azt gondolom a tűzoltókon kívül csatlakoztak hozzájuk azért többen is a városból. Természetesen, de ugye alapvetően ez a tűzoltóknak a felvonulása volt, de hát ezért többen csatlakoztak hozzá ilyen lelkes résztvevőként. A következő képünk a farsanghoz köthető. Ez egy nagyon érdekes kép egyébként, hiszen ugye a szórakozást azt elsősorban a békés időszakokhoz szoktuk kötni, bár ha megnézzük, mondjuk Mikszátnak is van például katonakarácsonyról szóló első világháborús front története, amikor ugye a katonák közösen díszítenek karácsonyfát, közösen énekelnek, imádkoznak mellette, ugye béke van a harctéren is. Hasonló időszakban, egy farsangi időszakban készült a fronton a 17-es gyalogezrednek az Ita királyné otthonában egy felvétel egy farsangi mulatságról, hiszen a katonák azért itt sem feledkeztek meg az ünneplésről, próbáltak ugye kiszakadni a frontnak a borzalmaiból, meg sokszor azokból az úgymond szürke hétköznapokból, amik már mondjuk 1916-tól jellemezték ezt a front időt, hiszen ugye kibontakozott az úgynevezett állóháború, amikor ugye gyakorlatilag már az olasz harctéren ugye kavernáról kavernára, más frontokon pedig ugye lövészárokról lövészárokra harcoltak, tehát gyakorlatilag beásták magukat, és ugye tehát nagyon ritka volt az, hogy előre tudtak nyomulni, és nagyon rövid szakaszokon tudtak előre nyomulni, tehát ezek a lövészárok harcok alakultak ki, és hát itt bizony azért a katonáknak volt idejük, és sokszor, hál' Istennek, lelki erejük is arra, főleg ha visszavonultak egy kicsit ugye mondjuk a gyalogezrednek az otthonába, hogy azért mással is töltsék az idejüket, kiszakadjanak tényleg a harctérről. Zita királyné otthona? Mit értünk ezen? Zita királyné otthon alatt gyakorlatilag azt értjük, hogy 1917-ben vagyunk, IV. Károly az utolsó Habsburg uralkodó Magyarország trónján, és ugye Magyarország utolsó koronás királyának a neje volt ugye Zita királyné, és róla nevezték el a gyalogezrednek ezt az otthonát, ami hát egyfajta klubként is működött, nyilván ugye itt volt megtalálható a frontkórház is, itt lábadoztak azok, akik ugye aztán vagy visszakerültek a harctérre, tehát a frontvonalba, vagy pedig hazatérhettek szabadságra, és hát tulajdonképpen ugye itt rendeztek be mindent, ami a front ellátásához egyáltalán szükséges. Hol volt ez valójában? Hát ehhez most puskáznom kell. Csak nyugodtan. Elnézést kérek, de mindenképpen, mivel ez ugye elérhető. Ez a volhiniai területen, az orosz fronton volt megtalálható, mai Lengyelország területén egyébként. Most, ha nem haragszanak érte a nézők, meg nem haragszol, akkor a településnek a nevét nem mondanám ki, mert annyira nyelvtörő, hogy igaz, hogy lengyel és nem cseh, de én ezzel most nem próbálkoznék majd. Kijön akkor a bálház, hiszen a következő képen ez látható. Hol volt ez, mi ez, és milyen események köthetők hozzá? Hát ez is egy érdekes dolog, ugye én amivel sokat foglalkozom, az a 30-as évek Fehérvár vonatkozásában, az az egyik vesszőparipám. A másik, amit említettem, hogy ez az 1879-es kiállítás, meg egyáltalán Fehérvárnak az ipartörténete, és hát ami egyrészt szakmailag, másrészt azért valamennyire mint privát embert is érint, az ugye a Feketesas szállónak a története. Na, ehhez a Feketesas szállóhoz tartozott valamikor egy bálház.
És ezt a bálházat egyébként az akkori bérlő építette fel, méghozzá Rauch Antalnak hívták. 1784-ben ő engedélyt kért arra, hogy egy rendkívül egyszerű kis favázas épületet emelhessen a Fekete-sas mögé. Tehát ez nagyjából ott van, ahol ma ugye az étterem, illetve az elektromossági szaküzlet. Annyi, hogy ugye a Kock László utca felől a volt mozi épület található meg, tehát ez a volt mozi épület, illetve a Fekete-sas szálló közötti részem volt igazából, ami mára szintén beépítettek, és ennek egyébként a nyomai még nem kerültek elő régészeti ásatások során. Érdekes lenne, hogyha mondjuk az alapozásból, vagy bármiből részletek előkerülnének, a felmenő falakból azért nem, mert mondom, ez egy favázas kis táncterem volt igazából, tehát így érdemes elképzelni, de hát az 1700-as évek végén azért ez még elég nívósnak számított, és azért nem volt egy akármilyen alkalom, meg egy akármilyen lehetőség ilyet fölépíteni. Ekkoriban még engedély kellett ahhoz, hogy mondjuk egy szállodához tánctermet építsenek, engedély kellett ahhoz, hogy itt különböző táncos mulatságokat, alkalmakat tartsanak, egyáltalán, hogy mondjuk egy zenés koncertet meg lehessen itt tartani. És ugye itt kamarazenei koncertekről beszélünk elsősorban, vagy mondjuk szimfonikus koncertről, de mindenhez engedély kellett ugye a város vezetésétől, az illetékesektől, be kellett fizetni a megfelelő díjat, hiszen ugye ma már úgy neveznénk, hogy ez közigazgatási eljárásban zajlott, tehát annak volt egy megfelelő díja, amit be kellett fizetni, tehát itt nem korrupcióról van szó, hanem megszabott díjat le kellett fizetni, aminek ellenében egyébként aztán ugye az engedélyezés az tulajdonképpen megtörtént. Ennek köszönhetően gondolom maradtak fel iratok. Természetesen maradtak fönn, illetve ez a fotó is igazából már a Fekete-sas szálloda és kávéház évszázadai vagy fogadó és kávéház évszázadai kötetből származik, tehát ez már a megjelent kötetben került publikálásra, és hát maradtak fenn természetesen báli meghívók, ugye a tervanyagból került tulajdonképpen publikálásra ez a kép is, tehát ez volt a bálháznak a tervrajz, és nagy valószínűséggel egyébként így is valósult meg. A meghívókon milyen program volt, tehát hogy zajlottak ezek a bálok annak idején? Hát ezek általában ugye táncos mulatságok voltak, tehát a bál az alapvetően ugye arról szól, hogy zenés táncos mulatság, és nyilván azért egy vacsora is tartozik hozzá. Itt ami ugye fontos, az elsősorban az, hogy a helyi közéleti emberek találkozzanak egymással. Ugye ez itt lehet reprezentálni, lehet mutatni azt, ugye, hogy ki mennyire módos. Tehát aki megjelenik ezen a bálon, egyáltalán meghívást kap, az már azért egy elég megtisztelő dolog. Ezen a bálon ugye meg kell mutatni, hogy fel tudják öltöztetni például a családnak a lányait, a fiúk tudnak megfelelően táncolni, a lányok is tudnak megfelelően viselkedni, az első bálozóknak ugye ez a párválasztás kezdete, tulajdonképpen amikor ugye a módosabb polgári családoknak, vagy akár a nemesi családoknak ugye a lányait bizonyos életkorban bemutatják valójában a társaságnak, tehát innentől kezdve élnek ők társadalmi életet, és ugye innentől kezdve járnak el tulajdonképpen a bálokra is, és ekkortól kezdve táncolnak alapvetően, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye amíg az első bál meg nem történt, és be nem mutatták a bál fővédnökének, aki lehetett mondjuk a megyei alispán, lehetett a főispán, de lehetett akár az uralkodó is, hogyha személyesen megjelent, addig ugye a társasági életben nem kerülhetett be mondjuk az illető hölgy. Ez a férfiakra pedig úgy vonatkozik, hogy nyilván ők is bizonyos életkortól kezdve vehettek részt ezeken a bálokon, a családoknak ugye az elsőszülött, másodszülött, sokat szülött fiai, és hát nekik is ekkor voltak ilyen ismerkedési alkalmaik, lehetőségeik. A következő képen egy meghívó látható, amelyet meg tudunk mutatni. Hát a Szent István Király Múzeum birtokában van ez a meghívó, 1833-ból származik, és a Polgári Lövöldöző Társaság, tehát a Lövölde Egyesületnek az elődje adta ki. Ez egy báli meghívó egyébként, egy farsangi állarcos mulatságra szól, és ugye tartalmazza többek között a programot is, meglehetősen hosszan ír. Ugye 1833-ban vagyunk, a reformkor idején, amikor még ugye azért szeretnek úgymond barokkos körmondatokban fogalmazni, mindent jó, eléggé körülményesen körülírni. Ha megnézzünk mondjuk egy báli meghívót a 70-es évekből,
vagy akár a 2000-es évek elejéről, ha valaki kap, most már van, aki csak e-mailben kap például ilyen meghívót, az meglehetősen szikár ehhez képest, tehát általában feltüntetik, hogy milyen alkalomból, hol, mikor, ha van dress code, tehát ugye kötelező öltözet, akkor azt, meg esetleg, hogy mi lesz a vacsora, tehát hogy mi a menü, és nagyjából ennyi. Ezekben a meghívókban ugye a táncrend például szerepel, tehát hogy milyen táncokat fognak táncolni, körülbelül hány órától hány óráig tartanak ezek a táncok, mikor kerül sor a vacsorára, mik lesznek a fogások, ha jótékonysági célra rendezik a bált, akkor ugye milyen céllal, hol lehet például belépőjegyeket vásárolni, elővételben, helyszínen, mennyiért lehet vásárolni, ha valaki nem a kötelező öltözetben jelenik meg, akkor mennyi pótdíjat kell még például fizetni, ezek általában jótékony célra mentek ezek a pótdíjak. Tehát nagyon sok mindent felsorolnak. A bálnak a védnökét, ha van mondjuk szervezőbizottság, akkor az egész szervezőbizottságot, és még lehetne egyébként sorolni, hogy mennyi mindent tartalmaznak ezek a rendkívül díszes báli meghívók, hiszen ha megnézzünk egy ilyen szöveget, már maga a szöveg is azért elég rendesen díszített, és elég cirkalmasan, szinte megrajzolt gyakorlatilag. Nézzük a következő képet, amely az egyházmegyéhez köthető, és egy épületet mutat nekünk. Az Egyházmegyei Egyesületi Ház látható ezen az 1936-os fotón, ez ugye a mai Szent István Király Művelődési Háznak az elődje. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye itt rendszeresen tartottak bálokat, és hogyha megnézzük a következő fotót, ami egyébként 30 évvel korábbi, de ugyanebben az épületben készült, 1906-ban a Szent István termet láthatjuk rajta, ami ugye mindig is ennek az egyesületi később művelődési háznak egyébként a bál terme volt. És szokatlan módon a színpad felől készült a Igen, ez a színpad felől készült fotó, de ezen láthatjuk a leginkább ugye a bál termet, így teljes valójában. Itt ugye ma is igazából csak nagy létszámú rendezvényeket tartanak, illetve olyan nívós rendezvényeket, főleg koncerteket, zenés előadásokat, akár kis kamaradarabokat, amelyekhez mondjuk a kisebb helyiségeket nem lehet igénybe venni, vagy amelyeknek a nívójához egyébként kell egy ilyen helyiség, hiszen nem lehet mondjuk egy kisebb teremben például egy ünnepi díszközgyűlést megtartani, akár egy helyi egyesületnek, társadalmi szervezetnek az alakulóülését nyilván élik ilyen reprezentatív helyszínen megtartani. És ha megnézzük azért ezt az 1906-os fotót, akkor elmondhatjuk, hogy hál' Istennek azóta Szent István terem azért nem sokat változott, tehát a nívója azért mindenképpen megmaradt. Talán a bálterem jellegéből veszített egy kicsit, mert ma már azért ugye koncertteremként, színházteremként is használatos, de azért a nagy rendezvényeket még mindig itt tartják. A Szent István teremnél maradunk a következő kép esetében is. 30-as években, nem tudjuk pontosan, hogy mikor készült ez a fotó, annyit tudunk róla, hogy a 30-as években Hege Károly helyi fotós készítette, és ez egy báli csoportképet ábrázol. Egyébként a Szent István teremben volt egy bál, hogy pontosan milyen időszakban azt egyébként erről a fotóról legalábbis nem tudjuk. Ha farsangi bál lett volna, akkor valószínűleg itt azért jelmezes alakok is feltűnnek, de hát ezen a képen látható, hogy báli ruhában, nagy estéiben jelennek meg ugye férfiak és látjuk azt is, hogy azért akkor már szolidabbak ezek a nagy estéik, mint korábban ugye az 1800-as évek végén. Igen, és ez nyilván azért attól is függ, hogy milyen társadalmi réteg, vagy milyen mondjuk úgy csúnyán foglalkozási csoport az, aki számára a bált rendezik, hiszen a 30-as években azért egy főúri bál, az még hasonlított mondjuk egy udvari bálhoz, egy bécsihez, vagy mondjuk egy budaihoz. Tehát azért az megint vagy egy gödöllőihez, ugye, hogyha akarunk egy nagy magyarországi helyszínt említeni, tehát az sokkal inkább még az a viktoriánus elegancia hatott, tehát ugye a nagy ruhákkal, hatalmas abroncsos szoknyákkal, fűzőkkel, ugye az urak pedig a megfelelő frakban, cilinder, és a többi, és a többi. Tehát tudjuk, hogy miről van szó. A 30-as években, amikor már mondjuk a polgárok, vagy a tisztviselők számára, vagy a fiatalok számára rendeznek ilyen bálokat, akkor is nyilván megvan a megfelelő öltözet, ugye a kötelező viselet, de ahogy te is említetted, ez már sokkal szolidabb,
de még nem a koktélruha, tehát azért az még egy kicsit odébb van. Talán említhetjük itt ezt a történelmi változást is, hogy az első világháború után Amerikából indult el egy kezdeményezés, ami aztán átöltöztette a nőket teljesen kényelmesebb, akkor kezdtek el először nadrágot hordani, és ezek szerint azért ez az egyszerűsítés a báli ruhákon is megjelent. Igen, a kényelem az megjelent, de ugye ami fontos a mai napig is gyakorlatilag, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a Magyar Királyban például bált rendeznek, akár egy iskolai bált, azért ott is megvan a megfelelő elegáns öltözet, amit bizony ugyanúgy fel kell venni, akkor is, hogyha természetesen ezek már sokkal kényelmesebbek. Persze általában a nők javára, hiszen a férfi öltözetek már mondjuk azért a korábbi időszakokban is jóval kényelmesebbek voltak, mint a nőiek. Sajnos arra nincs időnk, hogy Hege Károlyról is beszélgessünk. Fogunk róla mindenképpen beszélgetni, majd igen, a fotósok kapcsán. Igen, azért is gondolom, hiszen a név ismert mai napig is, úgyhogy egy tradicionális fehérvári családról van szó, majd szóba kerül még, viszont van még csoportkép a Szent István teremből. Amely már egy másik fotós. Igen, szintén munkája. A 30-as években készült egyébként, és szintén egy híres fehérvári fényképész Pete Gyula munkája. Az ő műtermének a helyét is egyébként tudjuk. Ugye az, hogy hol volt a Hege műterem, azt talán nem kell magyarázni, hiszen ugye a temetkezési cég a mai napig is ott működik, ugyanabban az épületben. A Pete Gyulának a műterme az az egykori neológ zsinagóga mellett a szomszédságában volt megtalálható, ott, ahol most a parkolóház van körülbelül, illetve ugye a földhivatali osztálynak az épülete. Tehát ezen a területen, és ez egyébként a fényképeknek a hátulján, tehát ez, ugye, ezek kartonált fényképek voltak, rendszeresen feltűnik ugye a cégjelzés mellett, hogy a csatornaparton, az izraeliták imolája vagy imaháza mellett, mikor, hogyan hozzák, tehát innen tudjuk, hogy a Pete féle műterem az hogyan működött, majd hogyha fehérvári fotósokról, fotóműtermekről fogunk beszélgetni, akkor hozok ilyen fénykép hátoldalakat is természetesen, mert rendkívül jók ezek a reklámok, nagyon sokfélék, most is gondoltam, hogy hozok ilyet, körülbelül 30 félét találtam csak Pete Gyulától, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen, úgyhogy inkább nem hoztam. Egy külön műsorban mindenképpen. Megyünk tovább a képeken, Kályha, amit bemutatunk. Igen, na ez most egy képpár lesz egyébként, a következő két fotó. Mikó Ferencnét láthatjuk itt, 1932-ben egy farsangi, vagy szilveszteri, egy bárra készült minden esetre ez a Kályha jelmez. És hát ha ötletet ad valakinek. Hát ha, így van. A következő fotón pedig azt láthatjuk, hogy Mikó Ferencné, tehát ugyanez a hölgy, báli ruhában látható, és a két képnek az az érdekessége, hogy a Kályha jelmez alatt ott volt ez a báli ruha, tehát amikor már a táncos mulatság része elkezdődött ennek a bálnak, nyilván egy ilyen Kályha jelmezben azért elég nehéz mozogni, meg táncolni. Igen, nézzük, még a Kályha jelmezt látják, de hamarosan ledobja így magáról van, a Kályhát. Így van. És Mikó ugye Ferencné, és akkor alatta látjuk. Pedig ott van a báli ruha. Tehát azért egy olyan jelmezt kellett mindenképpen kitalálni, amit a báli ruhára egyáltalán rá lehet húzni, nem gyűri össze annyira, és ami alatt azért a ruha sem annyira kényelmetlen. Megjelenik közben majd biztosan ez a kép is, látni fogjuk. Szóval az a lényeg, hogy itt is nem egy gyors átöltözésről van szó, hogy igen, mondjuk a Mikóné, vagy az ő szolgálólánya, vagy bárki vitte volna magával a ruhát, hanem ez gyakorlatilag egy mondjuk azt, hogy kettő az egyben öltözett. És akkor kapunk megint egy kis ízelítőt a 30-as évek báli ruháiról. Nekem, mint nő, azt tűnt fel, hogy nem a földigérő típusú báli ruha. Na de menjünk is tovább, hiszen farsangi előadásról is hoztál képet. 1937-38-ban a Ciszter gimnáziumnak volt, nem tudjuk pontosan az évet, tehát vagy 37 vagy 38, volt a Ciszter gimnáziumnak egy farsangi előadása, amin ez a kép egyébként készült. Ez az előadásra is ugye alkalmas volt ez a ruha, illetve nyilván azután a következő bálra is szintén. Beazonosíthatók személyek? Mert ez elég jó minőségű képnek látszik. Van-e köztük olyan, akit felismertél esetleg? Hát vagy? Nem néztem meg, megmondom őszintén, annyira részletesen. Ha nagyon-nagyon akarnám, akkor biztos meg tudnám nézni. Aki ebben nagyon profi egyébként, az Demeter Zsófia, akinek a köteteiben egyébként van olyan csoportkép, ahol szinte az utolsó emberig beazonosítva szerepelnek ezek az alakok.
én nem vagyok még ennyire jó ezekben. Majd talán, amikor az iskolákkal, vagy az iskolák történetét dolgozzuk fel, akkor ez a kép ismét segítség ott viszont lehet. Ugye a nevek azért nagyon sokat segítenek a tablókon, tehát azért azt el kell árulni, hogy amikor az ember mondjuk egy iskolai tablót néz, például egy főreál iskolai tablóképet sikerült szereznem az antikváriumból nemrég, itt Fehérváron egy pár száz forintért, akkor találtam rajta egy-két ismerős nevet, akik később a kereskedelmi társulatnak például vezetői voltak. Tehát azért ilyenek vannak, de ha mondjuk nincs alatt a név, akkor nem biztos, hogy az ember felismeri. Megérkeztünk a Magyar Királyba, ami azért szintén egy nagyon nívós helyszín, ha bálokról, rendezvényekről van szó. Ha már szórakozás, szabadidő, eltöltés, akkor azért ezt a fotót hoztam. Egyrészt ez az egyik legkorábbi fotó Fehérvárról. 1872. augusztus 20-án készült, ezt napra pontosan tudjuk. Egyrészt a fotónak a feliratán látszik, másrészt pedig abból tudjuk, mert ezen a napon volt a később Vörösmarty Színháznak az ünnepélyes alapkőletétele, ugye a Magyar Király szálloda szomszédságában. A Magyar Királynak az épülete nagyjából onnantól kezdve egy szállodaként működött, ebben az időszakban így nézett ki, tehát ez az első változata ennek a szállodának, és ugye mellette pedig a színháznak a telke látható, tehát ugye a Magyar Királyban is rendeztek különböző táncos mulatságokat, bálokat, mint ahogy majd mindjárt beszélünk is róla, meg képeket is mutatunk, illetve említetted már a színházat, ami szintén azért hozzátartozik természetesen a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, ez pedig az a pillanat, amikor a színháznak az építése valójában elindul. És ugye 1874-ben pedig megtörténik az ünnepélyes megnyitás. És milyen furcsa látni, hogy ott még nincs semmi. Mai embernek nehéz is elképzelni, hogy ilyen is volt valamikor. Ha a képek sorrendjét követjük, akkor bőgőtemetés következik. Először 75-ből, aztán 76-ból. Igen, ez egy nagyon érdekes farsangi szokás maga a bőgőtemetés. Ugye azért a Magyar Királyhoz kapcsoltam ezeket a fotókat, mert általában ebben a szállodában került sor erre az eseményre. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy húshagyó kedden tartottak egy bált, aminek keretében volt egy úgymond gyászszertartás, amikor egy felravatolozott bőgőt, legyen ez egy igazi bőgő, vagy legyen ez egy jelképes valami, kartonból, papír, maséból, bármiből, gyakorlatilag elsíratnak. Van egy ünnepi, tehát van egy gyász szónok igazából, aki elmondja megfelelő gyászbeszédet a bőgő fölött, ugye méltatja az érdemeit, mintha egy halottról lenne szó, mondjuk a város polgármesteréről, alispánjáról, bárkiről, vagy egy bármilyen méltó személyről, és kvázi egy gyászbeszédet mond fölötte. Itt azért egyrészt megjelenik ugye a gyásznak egy mímelt formája, tehát ez nem egy valódi gyász alapvetően, hiszen egy táncos mulatságot szakít meg, amit aztán általában egyébként még egy hajnalig tartó báli időszak követ, tehát még egy néhány óra. Ez ugyanolyan, mint a koporsó égetés Mohácson, hogy valójában itt ugye következik egy böjti időszak, a Mohácson ugye egyrészt eltemetik a telet, másrészt azért a vidámságot is eltemetik ebbe a koporsóba. Itt is ugye a bőgő, véget ért a báli szezon ugye húshagyókeddel, hanvazó szerdától nincsenek bálok nagyon sokáig, ugye a böjti időszakban nem szólal meg a bőgő, mint a vidámságnak egyik fontos hangszere, aminek egyébként rendkívül mély hangja van, és nagyon szomorú dallamokat is, illetve inkább dallamokat, a bőgőn nem is lehet annyira, valamennyire azért lehet, nem értek hozzá, látszik. Tehát lehet nagyon szomorú hangokat kicsalni belőle minden esetre, és nagyon melankólikus darabokat lehet rajta játszani. Tehát azért a szomorúsághoz hozzátartozik. És hát bizony itt voltak beszédírók is. Nem mindig az volt a szónok, aki a beszédet írta, ez nagyon fontos. Voltak különböző társaságok, társadalmi egyesületek, akik írtak ki pályázatokat, pénzdíjas pályázatokat ennek a bőgőtemetési beszédnek a megírására. Ezekben a cikkekben, felhívásokban, például a Székesfehérvár és vidékében jelent meg több ilyen, részletezték azt, hogy mennyi a pénzdíj, mi egyáltalán ez a szokás, ez a bőgőtemetés, mikor kerül rá sor, még volt, amikor azt is beleírták, hogy ki lesz a szónok, aki ezt a beszédet elmondja, és hát természetesen ugye mindent leírtak benne, amit csak lehetett, és hát erre, ezen a felhíváson felbuzdulva születtek ezek a szövegek, amik nagyon gyakran egyébként a kornak a különböző közéleti eseményeit is
kifigurázták, belekerültek olyan személyek, kaptak olyan fricskát, akiket mondjuk nem annyira kedveltek. Tehát ez a politikai humornak is egyébként egyfajta, mondhatni azt, hogy játszótere volt. Ilyenkor elhangozhattak például ilyen kijelentések, és ezek általában nem jártak mondjuk lovagias következményeket, tehát nem lett párbaj a vége, ki lehetett figurázni az illetőt, nem biztos, hogy örült neki, de ez egy olyan engedélyezett alkalom volt, amikor akár szemtől szembe, akár a háta mögött lehetett róla nem csak jókat, de akár rosszakat is mondani. Korabeli stand-up comedy. Így van. Ezzel kapcsolatban hoztál két képet, ugye látjuk a 76-ost is, maradtak fent egyébként ilyen írások? Maradtak fönt, sőt volt olyan, amit le is közöltek, és egyébként Lukács László, aki egyrészt a Székesfehérvár néprajzi értékei című kötetben például a farsangnak az időszakát, meg a különböző mulatságoknak az időszakát feldolgozta, ezekből idéz is. Van, ami meglehetősen hosszú. Ugye, aki sokat jár temetésekre, vagy volt már temetésen, az tudja, hogy például egy gyászbeszéd az milyen hosszú. Ha mondjuk közéleti embert temetnek, vagy olyan embert, akit sokan ismertek, orvost, ügyvédet, sok páciense, sok ügyfele volt, ezek mindig nagyon terjengős, nagyon hosszú beszédek. Méltatják az érdemeit, mennyire szerették, stb. Stb. Voltak tisztségei, azokat is felsorolják. Tehát ezek nagyon terjengősek, úgyhogy ezeket van, amikor ilyen egy A4-es oldalon, vagy két A4-es oldalon keresztül lehet idézni, meglehetősen sűrűn írva. Nyilván nehezebb ezt megfogalmazni, amikor egy bőgőről van szó. Menjünk tovább, hiszen van még két képünk, az első, egyiken a Velence szálló látható, most már nem, mint magyar király. Igen, nevezted el. Azért hoztam ezt a képet, mert az utolsó kép az a Velence szállónak az időszakához kapcsolódik. 65-ben készült ez az egyébként azért jól sikerült fotó. Nehéz volt olyan fotót találni, ami viszonylag jó minőségű is, és ezt a Velence szálló időszakot mutatja, de azért a magyar király időszakát is valamennyire visszaidézi. Tehát, hogyha valaki csak így látja a képet, akkor is be tudja azonosítani, hogy miről van szó. És hát ugye az utolsó fotó, az pedig 20 évvel később készült. 1985. január 31-én hirdették meg itt a Fehérvári cigánybált, ami azért is érdekes, mert hogy a bőgő temetésnek a szokása még a 80-as években is divatban volt ezeken a fehérvári cigánybálokon, és élesül a Velence szállóban tartott egyik ilyen cigánybálon szintén sor került egy bőgő temetésre, ugye 1985-ben. Egyébként a Velence szálló iménti fotóját nézve, én azt hiszem, hogy erre az elrendezésre és a körülötte lévő kialakításra sokan emlékezünk, hiszen azért ilyen volt még a 70-es években is, sőt, most is állnak ott autók, tehát várhatóan körülbelül onnan származik. Nekem legalábbis áll ez az emlék, és tudom, hogy én is vezettem már, és próbáltam ott kerülgetni, úgyhogy ilyen volt, nem is olyan régen a Velence szálló környéke. Lassan-lassan végére értünk tulajdonképpen a szórakozó helyekre. Abban már olyan sok időnk nincs, hogy belemenjünk, de azért mozi is elindult, mint szórakoztatás itt a városban. Igen, hát ugye említettem, ha már említettem a Fekete Sast, meg ugye az egykori Várkörúti, hiszen akkor még Várkörútnak nevezték, ugye a mai Kock László utcát, az volt ugye a kezdeti szakasza, ami aztán ugye ment tovább a mai Országzászló tér irányába, és kanyarodott ki ugye ott a Vasalóház vonalában igazából a mai nyomvonalra, ezért is volt ugye körút, tehát ma azért sugárút jellegű, azt el kell mondani, de korábban ugye ez egy körút jellegű, mint a Mátyás király körút, ugye abban is van egy kanyar. Ráadásul ez a kettő most már találkozik egymással. Tehát itt volt Fehérvárnak az első állandó mozia, ugye Grósz Bernát vaskereskedő volt ekkor a Fekete Sasnak a tulajdonosa, aki 1912-13-ban felépítette ezt a mozi épületet, aminek azért a kialakítása, tehát a homlokzati kialakítás azért ma is valamennyire megtekinthető. Ez egy gazdag szecessziós díszítésű épület volt egyébként, ahol különböző filmeket játszottak, azt is tudjuk egyébként, hogy mi volt az első film, az Éneklő Bolond című filmet vetítették itt először, és hát Gábor Miklósnak is kötődik ide élete, hiszen az édesapja Gábor Béla nem csak az Árpád moziban, tehát az Árpád fürdőnek a moziában, hanem a későbbi Urániában is volt egyébként bérlő. Hát ez is egy érdekes történet, hiszen a Fekete Sasnak a mozia Apollóként nyitott meg, és aztán lett belőle később Uránia. A 30-as évek térképein már Urániaként szerepel, de elvileg az egy későbbi
történet, tehát itt azért vannak keveredések, és azt is tudni lehet, hogy a Petőfi utcában is ugye volt egy mozi, ami aztán később szintén moziként folytatta a történetét. Ez eredetileg Rex volt, és aztán később lett belőle Uránia, és ez az intézmény költözködött városon belül. Aztán az Alba mozit lehetne még mondani, ugye, aminek a köztársaság mozi lett ugye az utóda. Ha most konkrétan mozikról beszéltünk volna, akkor hoztam volna egy olyan ballagási fotót, amikor a Várkörúton hömpölyög végig a ballagók tömege Levente sapkában, megfelelő öltözetben az Alba mozi előtt pont készült egy ilyen kép. Lesz még erre lehetőség. És hát akkor a Barátság mozit természetesen ne felejtsük el ezek közül, hiszen az is már meglehetősen régi múltra tekint vissza, illetve az Árpád mozit említettem, az Árpád fürdőn belül, hogyha majd kifejezetten mozikról fogunk beszélni, ez egy nagyon érdekes történet, hogy az Árpád mozi hogyan működött a fürdőben, akkor ezt mindenképpen el fogom mesélni. Visszatérünk még a szórakozás témához. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm, igazán élvezetes volt a beszélgetés. Bízom benne, hogy a nézők is így gondolják. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, figyeltek bennünket. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb 2, azaz 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Viszontlátásra!